Néhány nap esőzés és Tisza nagyfalu bekötő útja, amely a Tisza kanyarulatához vezet, szinte járhatatlanná válik. Pedig ez az út köti össze a községet a Nagy Morotva melletti töltésen keresztül Kelet-Magyarország legnagyobb folyójával. Ennek felújítására a vidékfejlesztési program keretében nyert pályázatot az önkormányzat. Ebből 2 darab külterületi utat tudunk felújítani, körülbelül 2 kilométer hosszon. Az útnak a szélessége az 3 méter széles lesz, és 50-50 centi útpatka tartozik hozzá. Ez az út a Tiszanagyfalu település életében nagyon fontos, mert így meg tudjuk közelíteni a hozzánk 1 kilométerre lévő Tisza folyót, és turisztikai szempontból ez nagyon fontos, egyébként a horgászturizmust is érinti. A földmunkák már elkészültek, az út alapja kész, hamarosan pedig zúzott kőburkolatot is kap a kijelölt szakasz. Így szárazlábbal gyalog, biciklivel és személygépkocsival is megközelíthető lesz innen a Tisza. A fejlesztés értéke 66 millió forint, amely támogatása 95%-os intenzitású, tehát az önkormányzatnak 4 millió forint önrészt kell hozzátennie. Ez a 66 millió forintos összeg tartalmazza az útnak a kitakarítását, a földmunkákat, a növényzetnek a írtását, a növényeknek a gyomtalanítását, a fák kitermelését, ha a geodét által kimért útvonalba beleesik. Aztán része még ugye a tervdokumentációnak az elkészítése, a műszaki ellenőri feladat, a nyilvánosság, közzététel és maga az útnak a szerkezetének a elkészítése. Az egyik útszakasz, amelyet felújítanak, a Tisza azon torkolatához vezet, ahol egy mesterségesen kiépített csatorna is található. Ebből tudják táplálni a Nagy Morotvát. A munkálatok még ebben az évben befejeződnek.